Az Audi számára nagyon fontos stratégiai cél, hogy 2020-ra a világ prémium márkái között a legjobb legyen, a legsikeresebb. Ezt pedig nem lehet másoktól elkülönülve véghez vinni. Csak és kizárólag szimbiózisban a régió oktatási, kulturális és sportintézményeivel együttműködve. Ezért támogatja az Audi idén is kiemelten az U16-osok utánpótlás tornáját. A rendezés hármas együttműködés keretében valósul meg, ennek fontos szereplője a város is. Az Audi egy világmárka, Győr egy nagyon jó város, azt hiszem Magyarországon talán az egyik legjobb. Szeretnénk világszínvonalon is egy jó város lenni, a labdarúgó csapatunkat támogatjuk, főleg utánpótlás szinten Győr egy sportos város, és én nagyon bízom benne, hogy ezekben a fiatal labdarúgókban majd egy év múlva az Etóba fognak játszani, és újra bajnokok leszünk, remélem, hogy egyszer majd a Bajnokok Ligájában szépen tudunk szerepelni. Az idei seregszemlén a spanyol Barcelona, a portugál Benfica, a török Besiktas, az osztrák Rapid Wien, a horvát Dinamo Zagreb, a szerb Partizan Beograd és a cseh Slavia Praha vendégeskedik az Etó Parkban. Egy évvel ezelőtt az Etó csapatának sikerült elkövetni azt a bravúrt, hogy a nyitómeccsen 2-0-ra legyőzte a későbbi győztes Barcelona fiataljait. Rozmán László tanítványai ezúttal is erre törekszenek. Annak ellenére, hogy tisztában vagyunk a katalán klubnak a tradícióival, illetve a játékstílusában, talán azért lehet esélye a csapatunknak, mert ez a társaság és játszós csapat. Azt nem mondom, hogy hasonló, mint a Barcelona, de magyar szinten talán igen. És hát nagyon remélem, hogy egy jó mérkőzést fogunk velük játszani. A nyitó meccset most is a házigazda vívja a címvédő katalán óriás együttesével, és a szervezők azokat is csábítják, akik nem csak a gránátvörös kékek utánpótlás csapatára lennének kíváncsiak. A fél időben fogunk sorsolni több kisebb-nagyobb tombola ajándékot, és hát ugye a fő nyeremény az két fő részére egy barcelonai utazás, repülővel, két éjszakára, és hát ami ezt még egy picit ugye megspékeli, az pedig két belépő a Barcelona Malaga február 15-i spanyol bajnoki mérkőzésre a Camp Nou-ban. A torna szeptember 5-én jövő pénteken 16 órakor kezdődik a Partizan Slavia Praha meccsel, majd 18 órakor a stadionban játszik az Eto a Barcelonával. A bronzmérkőzés vasárnap 4:12-kor, a döntő pedig 13 órakor kezdődik.